Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Fitzsor Zoltán, azaz Fifika. És Pivko Krisztián, alias Mujó. Ez tökre fasza, hogy mikor mondtam neked, hogy beszélj velem, hogy beállítsam a jelszintet, akkor pont ugyanolyan erősen magas volt a csillapításod, mint az enyém, most meg a fele. Tehát akkor légy szíves, ordíts. Spórolok a csillapítással, Charlie. Most már jobb így? Igen, tökre. Be fogok rekedni miattad. Minek vesztek ilyen bonyolult szarokat? Én nem tudom. Az egyszerű szarokat nem szeretjük. Gyerekkoromban 2 darab cipős doboz elég volt ahhoz, hogy beszélgessünk egymással jó messziről. Erről jut eszem, mindig gyerekkorodban még a Skype is jobb volt. Igen. Te volt ilyen zsinoros Skype-od? Nekem nem. Kössél össze 2 konzervdobozt és egy pertlit, húzzál át a 2 között, és beszélj az egyikbe, a másik oldalon meg mondjuk Kinga tegye a füléhez. Koncepcióval tisztában vagyok. Na, egyébként ezen meglepődtök Union Square-en, vagy nem tudom már melyik a legnagyobb New York-i pályaudvar, de azt hiszem, hogy a Union Square. És ott van egy ilyen boltív, és a 2 ellentétes sarkában csak azt néztem, hogy hát mondom, ezek fogyatékosok, te beszél a fal sarkába. És ott volt, hogy ez egy olyan, ez úgy van kialakítva ez a boltív, hogy belebeszélsz a sarokba, és hiába van ott körülötted, meg megy át a tömeg, a kereszt, tehát az átellenes sarokban a feleségem oda tette a fülét a sarokba, és hallotta, mit mondok, és így lehet beszélgetni egymással, és ott ezt próbálgattam. Csővel viszik át, nem? Milyen? Dehogy is. Nem. Ez ennek a kupolának az akusztikája ilyen. Ott a madzak benne. Vagy a cső. Én érdekes, mert hát ilyen hosszú adásunk se volt, 2. Gyerekek, várjátok, ezt nem beszéltük meg a Charlie-val. És mi lesz veletek holnap? Holnap? Mi van holnap? Hát én tudom, mi van holnap, de nem tudom, hogy te arra gondolsz. Nem halljátok a gyereksírást, a holnapi gyereksírást. Jaj, jó van. Ő sír, ahogy jajunk, az a kis csecsemő, az a kis drága falad, faszeg, amiből ekkora egy csipzabáló podcaster lesz. Ja, hogy te ezt finoman arra akartad rávezetni a népeket, hogy holnap lesz a születésnapom? Így van. Hogy? De... Boldog születésnapot. Boldog züllesztésnapot, Charlie. Nem kapsz egy kurva laptopot se. Nagyon szépen köszönöm így előre is. Akkor ti vagytok az elsők, akik emlékeztettek, hogy holnap 38 éves leszek. Én meglepetése költemény. De szép kerekszám. Ez a krisztusi kor 1, valamennyi, vagy valaki kiszámolja. És most kapcsolok, hogy még adás címet se adtunk, mindegy, akkor ez tényleg spontán lesz, ezzel ünnepeljük meg majd a 70-et. Holnapba léptem. Nem 38, 70? Jó tartott magad, Charlie, ahhoz képest, igen. Nem Isten bizony, 55-nél többnek nem néztelek soha. Egy perccel se. Egyébként holnap munkával fogom ünnepelni ezt a jeles napot, tehát bravo. 12 órában. Meghúzom az egészségedre a szörpös üvegemet, figyelj. Meghúztam. Ó, nagyon szépen köszönök, akkor egy virtuális kocintás az ásványvizes palackkal, vagy a kavicsoddal. Így, kocintottam a mikrofonba. Akkor te tulajdonképpen, te is készülsz nekem ajándékkal, nem? A Bread of Heaven. Igen, amint összefutunk, az Bread of Heaven-t. Én itt már abszolút ilyen mindenféle keleti önkontroll technikákkal próbálom visszafogni magam, hogy ne szlopáljam meg az egész utolsó üvegemet. Figyelj, csináljuk akkor azt, hogy holnap, ha jövök hazafelé, akkor rá csörgök 7 után, és akkor viszek kavicsot.
Jó, de egyeztessünk még napközben, kérlek, mert lehet, hogy nekem bejelentkeznek estére, és akkor bukó, de alapvetően egyelőre úgy néz ki, hogy ja, simán. Hú, ez menő lesz. Mekkora csúcs találkozó. Fifika is a minap fordult meg itt fönn Pesten, kár, hogy nem holnap. Komolyan? Ja. Várjál, minap mikor? Múlt héten. Ja. De miért, össze is futottatok? Nem, csak azért késett, tudod. Ja, tényleg, aha. Mi történt veletek? Holnap? Virtuális homlokon csapás magamnak. Én nem tudom. Most így elgondolkodtattam. Megint észrevettem, hogy egyre többször kell bekapcsolnom a klímát, hogy sorvadjon el a globális felmelegedés, mondjon le. És már megint folyamatosan jár, és ma kint voltunk Borisszal, meg Matyinkóval sok-sok likvidet tesztelni outdoor helyszínen, és azt hittem, hogy jobb lesz, de nem. Tehát ez egy bődületes marhaság volt, hogy a Kopaszigátnál jó idő lesz. Nem volt jó idő. Illetve hát olyan jó idő volt, hogy majd lerohadt rólunk a gatya, és rájöttem, hogy ennyi likvidet nem szabad egy nap tesztelni, mert a kocsiban úgy jöttem haza, hogy egyszerűen semmihez nem volt kedvem szívni, mert annyira eltelített engem az a 6-8 íz, hogy hú. De ezúton is akkor meg szeretném köszönni Blackinek, megjött a Heisenberg, és megjött a Pinkman Liquid, és határozott utasítása ellenére sem tudtuk mind a kettő likvidet kidobni, de az legyen meglepetés, hogy melyik az, amelyik szerintem a kukában végezte, vagy a Dunában, vagy a Füvön, vagy valahol máshol. Vagy talán Bár Brady rendőrnél? Igen. De kóstoltunk nagyon fincsiket, és kis diszonáns érzésem is volt, mert kóstoltunk valami karácsonyi sütiset, és az így a 40 fokban nem volt elég autentikus. Úgyhogy oda csukott szembe bele kellett gondolnom a havazást, de egyébként teljesen jó volt. Úgyhogy nekem ennyi volt a hetem, meg a rohangászás jobbról-balra. Rácz Bélának küldeném a GS2 videót, mert ő mondta, hogy... Tényleg, tehát nap nem múlhat egy GS2 videó nélkül, tényleg ez így most már... Gyerekek. Hát mert biztos annyira jó, hogy mindenki a saját aspektusából le akarja tesztelni. Egyébként én már szégyellem is magam, hogy nincs is ilyen kazánom, de érted? Valaki pedig azt mondta, hogy ez milyen bonyolult. Az én voltam. Te voltál. Így ránézésre. Hát nézd meg, hogy a GT-ben, vagy a GS1-ben mennyi alkatrész volt, VS Kaifun 4, meg most a GS2-ben mennyi alkatrész van. Hát igen, a GS5-nél... Nekem ez a Kaifun 4 után érzetem van már megint, hogy beleraktunk egy csomó cuccot. Szerencsére ez nem volt. Legyen mit elhagyni. Igen, meg legyen mit külön pénzért utána megvenni újra. Sőt, jön a GS3 augusztusban, azt is hadd vedd meg újra. Csak azért, mert nagyobb 2 milliméterrel. Jaj. De állat lesz. Jaj. Ennyi volt a történet. Kovászos uborkát se raktatok el, se semmi? Vagy mi van? Velem semmi nem történt a héten, velem a hétvégén fognak dolgok történni, de arról majd jövő héten számolok be inkább, mert akkor meg jövő héten nem lesz miről beszélnem. Ez egy ilyen csöndes, nyugis hét volt. De amit az előbb mondtál, a karácsonyi likvid kóstolásról ugrott be nekem, hogy egy kicsit előre tekerek témába, pont az adás előtt néztem délután a Hawaii Five-O-nak az újrafutózott verzióját, és pont az az epizód ment, amikor karácsony van Hawaii-on, és hogy hát ott se jön át igazán az a karácsonyi hangulat. Ez Ausztráliában is ilyen, igen, hogy kimennek a tengerpartra a karácsony, illetve fenyőfával, és ott fürdőgatyában ünneplik a karácsonyt. Olyan testidegen nekem. Tehát jó, hogy nincsen oda télapó. Oda van a karácsony szelleme. Igen, de legalább egy rohadt centi hó legyen, vagy hideg, vagy valami.
Nem az, hogy kimegyek karácsonyozni, ezt leharapja a lábam a cápa. Kinek a pap, kinek a papné. Ja, nekünk ez jutott. Na. Sokkot kaptál? Vagy mi van? Egy kis üdőt, formaldehidet. Rá is tültök. Ma hónapokkal ezelőtt voltam utoljára Fasteken. Fölmentem, tudod, és újdonságok, így tekerem a képernyőt. Nem, ezt nem hiszem, hogy nincs már ECG a podcast, ugye én a Fasteken tekerem, egyszer csak a végén csak ott voltak a kazánok, annyira megörültem. Mert mi van most? Bicikli alkatrész. Mit tudom én, mindenféle marhaságok vannak. Tehát ha így megnézed a New Production című részt, akkor hát van már körömlak, gitártok, vízállótok, univerzálisan fölcsiptethető 8-szoros mobil kamera. Aha, igen, most nézem én is, ja. Meg óra, meg mindenféle. Várjál, hogy mondtad szépen azt, hogy Pina? Ja, Suna. Suna alakú óra. Meg ilyenek. A 18-as karikában vagyunk, nem? Jó, most már akkor megint abba leszünk. Fantasztikus. Nem, egyébként, ami nem hülyeség, azok ezek a lámpaszekciók. Én onnan rohadt jó lámpákat vásároltam. Mai napig hűen szolgálnak. És minek, Charlie? Tehát, hogy minek? Tehát így van 5 féle zseblámpád otthon. 2. Az egyik az vízhatlan, ha jön az apokalipszis. Végül is. A másik én meg... is szoktam sötétbe víz alatt úszni. A másik meg, nem tudom, hogy neked dízelautód van? Nem. Na, hát a dízelautód lenne, és fogyott már volna ki a segged alól a gázolaj, akkor tudnád, hogy este 11:30-kor is, ha új kannával öntesz bele, akkor légteleníteni kell bizony, és elég szar megtalálni sötétben a forró motortérben az egy darab légtelenítő pumpát, úgyhogy azért van bekészítve a kocsiba egy ilyen... Nekem 2 dízelautóm volt, zöldike. Mi a? Várja, bocsáss meg. Most már a multifunkciós túlban kalapács meg egy is kalapács. Van, jól látod, hát ez szerintem viszonylag kényelmetlen zsebben hordani. Jól látod, Charlie, de ha ott megnézed, akkor ez kocsi biztonsági kalapács. Hát ja, ez a betörtve. Tört ki az ablakot, igen. Én próbáltam azért, már, bocsánat. Engem azért elgondolkodtad, hogy ha már multi, akkor mi a másik funkciója? Legalább a másodikat árulja el valaki, hogy egy kalapács. Na most akkor megkattintom, mert hogy ez 16 az egyben, tehát ennyit biztos nem látok. 16 az egyben kalapács? Bizony. Várjál, ez a kalapácsfej, ez 2 részre szétnyitható és középen kombinált fogó. Hát ez... ez mindent visz. Fú, de bazán. Szöghúzó. Hú, van rajta 2 fajta fűrész, meg millióbicska, sörnyitó, komplett csavarkulcs. Kihaj. Szerintem a hátsó karja még tudod, ez a fagyi gombóc adagoló. Hogy tudtam eddig enélkül élni? Nem tudom, de ezt a $12.93 simán éri. Fa burkolatta azért. Nagyon elegáns. Megtaláltam a következőt, amit meg kell venni az unalmas üvegkeverő pálca helyett. Itt van 4 darab ledes, 3 módban világító műanyag pálcika. Ezzel lehet keverni ám igazán jól a lekvidet, ami random kolorban világít. Majdnem elfelejtettem, Charlie, hogy hívják, GS2-es videóba, honnan lőtted azt a gyönyörű szép magenta piros mikrokoil tekerő apparátot? Nekem van egy ilyen mikrokoiler tekerő, kéred, Krisztián? Olyan, mint a Charlie-nak? Kúrókoiler? Kúró. Azaz, a piros az a 2,5 milliméteres, és... Fasztekről vettem egyébként, szerintem így tudod, így háromba, hogy 2, 2,5, 3. Aha. De hát akkor ezek szerint lehet, hogy Fifika fölajánlja neked.
Egyszer vettem egyet ilyen gyenge pillanatomban, azóta se tudok vele tekerni. Tekerni egyébként jó vele, csak berakni rossz vele a tekerést. Én azt vettem észre. Hát arra meg ott a bármilyen fej. Nem csak én eddig úgy voltam vele, hogy férfi ember magának teker kézzel szépen, meg ilyenek, és aztán néztem a videóba azt a hanyag eleganciát, hogy így teker egyet, teker. Nem úgy fog menni. Nem úgy fogom. De az nekem úgy megy. Tehát látod, hogy nem vágtam meg a videót. Hát az úgy teker. Az ennyi. Rendkívül gördülékeny. És de hát az jó, tudod, mikor így kettőt-hármat ugyanolyanból akarsz tekerni ugyanolyat, akkor lustaság félegésig. Én nem azért vettem, bár tudom, igen, azért vettem, mert nem tudok tekerni. De azért vettem elsősorban, mert nem szerettem, hogy a tudod, ahogy feszítettem mindig a gitárhúrt, az mindig elvagdosta az ujjamat egy idő után ezzel, meg csak körbe pödröm, aztán jó van. Nekem nagyon beindította a lustaság központ melletti hát, fantáziámat. Tudom én, amennyiszer te karban tartod a mododat, pont olyan jó lenne ez a évente vedd egyszerre, de lehet az is, hogy én évente egyszer odaadom neked, akkor tekersz vele hármat, négyet, és akkor ki vagy azzal megint egy évig. Mert még mindig nem cseréltem. Ugye, aki negyed évente cseréli a vattát, az négy tekeréssel el. Na jó, legyen öt, és akkor már megvan a biztonsági tartalék. Nem én vagyok a negyedéves vattás, itt kevertek valakivel, én két hetente szoktam. Nem, tudod, ő a fél éves módpucoló. Igen, igen, az vagyok, az tagadhatatlan. De inkább az a három hónap. Én most valamelyik csoportban láttam valami csúcs szuper tisztítási metódust, még utána fogok olvasni. Veszel egy újat? Nem, mehamod volt, és valami olyan szépen mutatta az előtte-utána állapotot, rohadt jól nézett ki utána, mint az új. Tényleg, nagyon patika volt. Úgyhogy azt be fogom vizsgálni, hogy milyen szerrel tudta ezt előidézni. Na, fasztekes gitártok, akkor ezt bezárom. Ezt a setupot majd, ha gondolod, Fifika, átküldöm neked direktbe, mert itt különböző árkategóriákban, amiről beszéltünk adás elején, egészen $600 lefele vannak komplett. A több ilyen cikket is megnéztem, ilyen 10-20-25 mikrofont teszteltek, még talán olyat is képzeld el, ahol még a hangminták is fenn voltak. Hát én ezekkel az adott mikrofonhoz. Sose, az mindig olyan, hogy az adott szobához adja. Be is raktam neked Skype-ba a linket. Én ebből vettem meg a mert hogy nem akarok kilógni a sorba, ezt ugye a hallgatók nem tudják, nem akarok kilógni a sorból, úgyhogy valak pénzt akarok költeni mikrofonra, hogy Charlie-nak ne kelljen annyit utómunkálni a hangomon, bár ez valamikor sokat fog érni. Megfosztanád Charlie-t a portméter tologatás örömeitől? Hát köszönöm szépen. Elmondom neked, meg még annak, akit érdekel, hogy miután vége... Jajaj, ó, de megijedtem, homokórázott. Miután vége az adásnak, és elkezdem utómunkázni az anyagot, akkor csak a Fifika meg a te hangsávodra ráeresztek egymás után gondolkozás nélkül négy darab effektet, meg mindenféle más proceszt, azzal csak elszórakozik 10 percet, utána még normalizálok, utána még zajt szűrök, és akkor van az, amit hallanak a hallgatók, hogy kb. Az jön ki belőle, tehát Fifikának én is köszönöm, hogy veszi a fáradtságot és energiát, hogy ilyeneket néz, mert látod, Mújó, neked is mennyivel egyszerűbb most már a hangot állítani, csak egy picit emelsz az erősítésen, és már tökre patent minden. Hát sokkal kultúráltabb, az biztos. És képzeld, de milyen jó lesz, mikor megyünk majd a 100. adásra. Neked XLR-es mikrofonod van végül is? Nem, ez egy mindenféle, hogy hívják, kis jackes erősített bigyó, de aztán átmegy egy nagy jackbe, ami átmegy egy XLR-be, és az megy bele. Szóval a bemenet XLR, a mikrofon nem. Uh-huh. Na jó, mert akkor majd azzal tudunk rohangászni például, hogyha megyünk külső helyszínre, vagy valami, vagy bármi.
Simán, ez eszik XLR-ben, menetet hordozható is, de nem is ez a legjobb, benne annyira gyönyörű hangja van, hogy hú, nagyon örülök neki, hogy rábeszéltél, tetek. Tok. Zsírság, zsírság. Tetok. Ja, úgyhogy szerintem tökre csinálhatnánk megint valami kültéri megmozdulást, mert a 100 azért még messze van, aztán most van jó idő. Igen. Nem tudom, hogy dobjuk fel ötletként majd a Facebook csoportba, aztán hát ha valaki azt mondja, hogy... Újjé a ligetben vonalat, mielőtt jönnek a dózerek, és eltüntetik innen a Városligetet. Nem, most ez nekem új. Mi ez? Mi? Hát ez az eltüntetik a dózerek a Városligetet. Ja Istenem, melyik kavics alatt éltél eddig, Charlie? Hát én kérek, elnézést, vidéki vagyok. Őszre van datálva, hogy az F-fel kezdődő és S-re végződő pártunk. És közte nem A betű van. Ezt értsd, ahogy akar, mindenki közé gondol, amit akar. Ez most a legújabb nagy ötletük, hogy szerintük az lesz a tuti, hogy illetve hát valószínűleg arról van szó, hogy ez megint egy olyan svéd csavar, amiből rengeteg pénzt el lehet ütetni balfenéken, hogy az összes múzeumot átköltöztetik ide a ligetbe, és ezért ledózerolják a felét a picsába. Ha már úgyis 18 karikások vagyunk, akkor ezt így mondom. És hát ez a koncepció, hogy ide a felvonulási térre jön a nem tudom én milyen múzeum, mindent ide koncentrálnak, és akkor ugye megint egy óriási hely felszabadul a várban, ahova valaki beköltözhet, az F-fel kezdődő és S-re végződő nevű. De figyelj már, most ezt végig gondoltam, ez milyen jó lesz a turistáknak, hogy mindent gyakorlatilag egy kilométeres körzetben meg tudnak nézni, és aztán nincsenek rákényszerítve, hogy az Andrássy egyik végéből a másikig elsétáljon, és közben mondjuk megéhezzen, és útközben költse a pénzét, és egyen. Ó, bassz meg, hát ez tényleg... Ott egy másik, nem akarok hülyeséget mondani, de még egy másfél hónappal ezelőtt egy másik F-csillag S-es megmondó emberke előhúzott a kalapból egy másik koncepciót, és ő szintén egy ilyen erős kutya abból a kennelből, úgyhogy egy darabig nem lehetett tudni, hogy melyik erős kutya fog a végén utódot nemzeni múzeum témában, hogy ilyen virágnyelven beszéljek, és az volt, hogy tiszta hülyeség ez a ligetes vonal, semmi értelme nincsen, végig kell telepíteni a múzeumokat végig az Andrássy úton, mert hogy az a megszokott normális standard turista útonal, és ott úgyis végigmennek, és akkor szépen tudnak múzeumba menni, és egy darabig ez még így libikókázott, hogy ki fog nyerni, de ha jól tudom, akkor a Liget koncepció nyert, mert itt már elkezdtek pénzt osztogatni a rokonoknak a környéken, mint a heti cikkek mondogatják. Én annak jobban örültem volna, de egyébként tovább fűző a te ötletedet, szerintem miért nem telepítjük az összes rohadt múzeumot egyből Ferihegyre, leszállnak, megnézik, visszaszállnak, semmi, mehetnek haza. Szerintem ez pont olyan jól sikerült ötlet, mint a időkerék, vagy mi a tököm a liget szélén, ami milliókért volt karbantartva egy ideig, aztán a homok megállt, és most az ilyen örök mementóként ott áll, bazd meg, és nem működik. A hülye ötletek emlékére. De egyébként a ligetes projektnek a legrosszabb része egyébként, hogy a kedvenc kis krimómat, a kertemet is eldózerolják, mert kizárólag ott fér el a Magyar Zeneháza. Ez a hír. Van ilyen, hogy Magyar Zeneháza? A most majd lesz. Ja, értem. Emlékszem, mikor még mi gyerekek voltunk, akkor nekünk rendszeres volt, hogy van valahol Budán fönn, vagy volt ezek szerint fönn egy múzeum, Liszt Ferenc emlékház talán, és talán egy vagy két hónapon keresztül minden héten volt egy nap, amikor oda mentünk, és az egy ilyen tök jó program volt, hogy fölmentünk, zenehallgatás, megismerkedni az önéletrajzzal, és a többi, kicsit művelődjenek a gyerekek. Tehát akkor ez tök jó lesz, mert ezek után ezt mind le tudja az ember a hangulatos Népligetben. Nem a Népligetben, ha még ott lenne. A Városliget. Na mindegy, olyan túl sok zöld felület van ebbe a városba, ki kell vágni még egy marékfát, mert nem elég kopár. Bah, vérnyomás növelőnek. Kímélni kell a fákat, ültessé műfenyőket. Ja, azt hittem, azt mondod, hogy egyé hódot. Hódolatom. Hódolatom.
Na, fiúk, kezdjük a híreket? Csapjunk bele, igen. Na, akkor én kérdezem rögtön az első hír, hogy mit mond a doktor? Vagyis, hogy mit mond a doktor? Diktál a beteg, írja az orvos. Nem, diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor. Haha, kiről? Doktor Bubóról. Szóval, mondjam? Igen. Hogy? Mit mondanak az egészségügyi szakemberek az elektromos cigarettáról? Történt, és még folyamatban is van egy ilyen felmérés, a Vaping Links WordPress.com-on jött ki egy ilyen átmeneti kiértékelése a dolgoknak, ahol, mint már volt szerencsénk említeni, egészségügyi szakembereket kérdeztek elektromos cigaretta témában. Olyan kérdések vannak, hogy... Jaj. Bocsánat bele, egyből meg is bakizom a dolgot. Ilyen kérdések vannak, hogy egészségesebb-e, kevésbé károsabb-e az elektromos cigaretta, mint a hagyományos cigaretta, és az egészségügyi szakemberek, nevezik őket röviden, egyszerűen orvosoknak a továbbiakban. Az orvosok 85%-a azt válaszolta erre, hogy úgy gondolja, hogy valóban kevésbé káros, mint az elektromos cigaretta. 6%-uk úgy gondolja, hogy pont ugyanolyan káros. A 4%-uk nem tud eleget, a többi meg a törmelék. Úgyhogy ez szerintem egy egészen jó, hogy már 85%-uk azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy egy kevésbé káros alternatíváról van szó. És most nem scrolloz a böngészőm. A következő kérdés... Ja, mondjad, hogyha mondani. Nem, mert kutyám kutya szólalt meg, de kimenjek, beszéljek vele, Krisztián? A kutyáddal? Szakért a témában? Valószínű. Jó, akkor feltétlenül vonjuk be őt is, hát van valami okos hozzászólni valója. A következő kérdés arról szól, hogy találkoztak már elektromos cigarettával kapcsolatos ismeretterjesztő anyaggal valamely egyesület vagy szervezet jóvoltából. És csak ilyen hülyén van megoldva ez a képnézegetés, hogy meg a saját magába. 42%-uk azt válaszolta, hogy igen, kapott már. Nem, bocsánat, nem megy az ma nekem, urak, elnézés. 42%-uk nem kapott még egyáltalán semmifajta tájékoztató anyagot egyesületektől vagy szervezetektől. 21%-uk azt mondja, ez a második legtöbb, 21%-uk azt mondja, hogy igen, a valamely szervezettől vagy egyesülettől kapott már negatív témájú ismeretterjesztő anyagot. Gratulálok, innen is nekik. Igen. Nem kevésszel mögötte áll Istenek, csak 2%-kal van lemaradva, 19%-on áll, akik ugyanígy kaptak, de pozitív hangvételű ismeretterjesztő anyagot. És 15%-uk pedig azt mondja, hogy egy ilyen általános témájú ismeretterjesztő anyagot kaptak. 3% meg törmelék. De ez, hogy majdnem a felük nem találkozott még semmiféle ilyen ismeretterjesztő anyaggal, ez egy hatalmas részt kellene neki küldözgetni. A következő kérdés az arról szól, hogy ők, mint egészségügyi szakemberek, javasolnák-e a pácienseiknek, megemlítenék-e nekik az elektromos cigarettát, mint alternatívát a dohányzással szemben. Elsőprő többség, 74%-uk azt válaszolta, hogy igen, ők ajánlani fogják az elektromos cigarettát, mint alternatívát. 8%-uk ezzel szemben azt mondja, hogy más nikotinos leszoktató terápiát javasolna nekik. 7%-uk azt mondta, hogy valamilyen leszoktató szolgáltatáshoz irányítaná őket. Szintén 7%-uknak valami egyéb véleménye van, ez nincs kifejtve, pedig, és ez hogyan nincsen professzionális, nincsen szakvéleménye a témában. Viszont jó hír, hogy 0%-uk, vagyis senki se írna föl Chantixot vagy más gyógyszeres leszoktató terápiát, amiről mint korábban sikerült begyűjteni a híreket. Mindenkinek ajánljuk, aki szeretne hirtelen öngyilkos hajlamokkal gazdagodni. Azt mondja, hogy
A következő kérdés az arra vonatkozik, hogy van-e olyan páciensük, aki leszokott már elektromos cigarettával, abbahagyta-e a dohányzást elektromos cigaretta használat következtében, és amint betölt a kép, mondom is a számokat. Gyerekép, nem jön a kép. Azt viszont el tudom olvasni így is, hál' Istennek a kisképen, hogy 66%-uk azt mondja, hogy igen, van olyan páciensük, aki abbahagyta a dohányzást az elektromos cigaretta használatának köszönhetően. 27%-uk azt mondja, hogy van páciensük, aki dual kettős felhasználó. 3%-uk van csupán, akinek nincs olyan páciense, aki mit sóhajtozol ennyire unalmasan mondta. Én levegőt vettem, én kérek elnézést. Próbálom akkor egy levegővel, várjál. Merülj alá, tehát 66%-uknak van olyan páciense, aki abbahagyta a dohányzást elektromos cigaretta használat miatt. 27%-uknak van olyan páciense, aki kettős felhasználó. 3%-uknak egyáltalán nincsen páciense, aki elektromos cigaretta miatt abbahagyta volna a dohányzást. 2% pedig nincsen véleménye, másik 2% pedig nem tudja. A következő kérdés arról szólt, hogy... Jaj, Istenem! Veled csak a baj van, úgy látom. Vagy hallom. Annyira apró a betű, és annyira lassan tölti be a képet valamiért. No, root WordPress. Súlasú, és így ki kell bogarásznom. Ez az, megvan. A következő kérdés arról szól, hogy amennyiben a páciensük abbahagyta a dohányzást az elektromos cigarettával, hogyan osztályozná, vagy hova sorolná be ezt a pácienst ő. 54%-uk azt mondja, hogy nem dohányosnak sorolja be az elektromos cigaretta használó pácienseit. 21%-uk azt mondja, hogy nem dohányosnak sorolná be őket némi idő eltelte után, tehát még várnának egy kicsit. 15%-uk azt mondja, hogy annak függvényében, hogy fogyaszt-e nikotint, sorolná be dohányosnak vagy sem. 6%-uk pedig azt mondja, hogy ettől függetlenül, hogy ők elektromos cigarettát használnak, csak dohányosnak jegyezné föl őket a kis papírjukon, 4%-nak pedig más véleménye van. És van még kérdésünk. A következő is egyben utolsó kérdés arra vonatkozik, hogy azon pácienseik, akik elektromos cigarettát használnak, számoltak-e be elektromos egészségükben beállt változásról. 46%-uk azt válaszolta, hogy általános közérzeti és egészségügyi javulást fedeztek föl ezeknél az elektromos cigarettás pácienseknél. 19%-uk azt válaszolta, hogy mindenféle dohányzással kapcsolatos betegségek miatti receptfelírásokat és kezelések mennyiségét csökkenteni tudták az elektromos cigarettát használó pácienseiknél. 15%-uk nem tapasztalt pozitív-negatív változást a vépeléssel kapcsolatban. Hány százalék tapasztalt változást? Aki változott, na, már mire gondolsz? Pozitív irányú változást. Ez a 46% volt. Mondok én egy másik számot, hogy egy picit téged is nyugton hagyjalak. Akár ezt is berakhatjuk egyébként. A Kuala Lumpuri a cikk egyébként. Tök mindegy. Minden a szomszédos Kuala Lumpurban. Tök mindegy, valamiért az e-cig és a vaping szavakra rengeteg Kuala Lumpuri cikk bejön nekem a Google-be egyébként, és van itt egy maláj kutatás, ahol azt mondják, hogy... Mert a maláj csajokat nézegeted, azért dobja fel a Google elsőre. Van szerinted erre nekem időm? Ezt a robotok gyűjtik. Tehát azt mondja, hogy... A maláj robot hölgyek. Hát ezt... Veletek ki van az ember a világtörténelemből? Nagyon meleg van ma, Charlie, ne haragudj.
Tehát a Kuala Lumpuri regionális fogyasztó és érdekvédelmi csoport azt mondja, hogy ott 83%-a a dohányosoknak, vagy ex-dohányosoknak, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, érezte a pozitív alternatívaként a dohány termékekkel szemben. Tehát 83-at említettek de ebben. Tudod, miért ez az óriási különbség? Mert a Kuala Lumpuri robothölgyek valószínűleg az érintett emberkéket kérdezték, ez viszont az orvosokat kérdezi, hogy ők észleltek-e javulást. Úgyhogy simán lehet, hogy kevésbé figyelnek oda a betegeikre a tisztelt doktorok. De ja. Minden esetre, bocsánat, ez a szám, ez elképesztően jó, amit mondasz egyébként. Ja. Ráfűzhetek egy másik témára, hogy hát ha a vérnyomásod is visszaáll az eredeti? Még két számunk van, azt befejezném gyorsan. Ja. 9%-uk észlelt egészségromlást dohányzás, tehát kifejezetten dohányzás miatt, és 8%-uk abszolút semmit nem vett észre. Ezt nem tudom, ez milyen orvos. Hát itt nem történt semmi. De fűzzél, akkor most már szabadon fűzhetsz, amerre csak akarsz, Charlie. Az egyik az az, hogy én mindig statisztikázok, és nézem a good news, bad news arányt, és sajnos már a Flipboardra is egy csomó mindent kihagyok, ahol csak az lenne, hogy itt, meg ott, meg ott, meg amott betiltották. Viszont olyan jó pofa cikkeket találok, hogy a kongresszus az arra ösztökélné az FDA-t, hogy erősebb, hogy fogalmazod a regulát, mondd már mi szabályozás. Az? Erősebben szabályozza az e-cigarettát. A kongresszus ezt kéri. Ez csak egy ilyen kis apró színes. És nem is fűznék hozzá többet, illetve... Ezt tudod miért egyébként? Igen, de mondjad. Mondjam? Ez azért van, mert a kongresszusi képviselőknek vannak választási kampányai, amit a különféle befolyásos ipari monstrumok szoktak támogatni innen-onnan, tehát nyilvánvalóan tehát kvázi idézőjelben egy kis konteóval élve veszik és helyezik oda a képviselőket a kongresszusba. Tehát nyilvánvalóan az ilyenfajta nyomás, ahol lobby étteve, hát nézd meg az EU-ban mi volt, ott is ugye az Európa Parlament felé tolták ezt az egész történetet, és ahogy Brüsszelben tombol a lobby, gondolom az amerikai kongresszus sem nagyon különbözik ettől, tehát érdekérvényesítés légyészen bármilyen célból az a kongresszus irányából fog történni. És hogy nehogy csak azt higgyük, hogy az amerikaiaknál ilyen a helyzet. Ott van egy másik bad newsként, Anglia is, ahol meg az egyik, hát az vonatállomásokon már tiltva volt, pedig ugye mindig azt hiszük, hogy aztán ott lehetne 72-es likvidet szívni, mert aztán ott olyan szabályozáson és olyan megengedőek, mert nem. És itt van még a plakát is, Electronic Cigarette Policy, ki van rakva szép nagy A4, A3, A2, hát valami A0-as méret környékén a dolog a falra, és betiltották a Gatwick Expressen, a vonaton, az összes megállóban az elektromos cigarettázást is. Tehát Anglia is csatlakozik a sorhoz. Pedig leírja a cikk is, hogy 2,6 millió felnőtt használ elektromos cigarettát Nagy-Britanniában. Hát ez megint egy ilyen külön kör lesz. Én már látom. Most először meg kell küzdenünk ezekkel a sima forgalmazást és használatot érintő szabályozási szörnyeteggel. És hát ez a több fronton kéne vívni ezt a nyomorult arcot az e-cigaretta jövőjéért, és első körben ugye ezzel fogunk megküzdeni, aztán amikor szépen eldádázzuk a sok butát, és ott fognak sírdogálni a sarokban, hogy jaj, nem sikerült kinyírnunk az elektromos cigarettát, akkor lesz egy kis szusszanásnyi időnk, és aztán neki lehet menni ezeknek a hülye ezeknek, hogy itt nem lehet, ott nem lehet, amott nem lehet, és akkor már egy kilométeres Dr. Farsalinos és barátai féle dokumentumokkal mehetünk, hogy akkor jól van, legyenek szívesek, semmisítsék meg ezt a szabályt, mert semmi értelme. Szóval somma-sommáron be vagyunk biztosítva a következő néhány évtizedre. Lesz mit csinálni.
Mehetünk tovább, Krisztián? Miért engem kérdezel? Hát mert nálad volt a szó. Mehetünk tovább, Charlie. Akkor kérdezném, hogy te raktad be a ECX plázás linket? Én voltam, igen. Na mondjad, a boxer moddal. Ez az ECX plázának egy cikke, aki ugye egy angliai kereskedő, és a cikk alapvetően arról szól, hogy néha az elektromos cigaretta ipar szereplői önmaguk legnagyobb ellenségei, mert néha annyira baklőnek és lábon lövik magukat, hogy az valami elképesztő. Most például az Egyesült Államokban jött ki egy boxerrel kombinált mechanikus mod, ami azért külön érdekes, mert most nincs rajta a szemem, de talán 18 vagy 20-valahány államban be van tiltva a boxer, mint olyan kereskedelme, forgalmazása, úgyhogy már egyből egy ilyen nagyon ellentmondásos eszközt sikerült találniuk, amiben beleépítettek egy elektromos cigarettát. Azt mondja, New York, Missouri, Kalifornia, vagy 24 másik állam, tehát 24, 25, 26, 27 állam. Ja, több, mint az államok felében már eleve be van tiltva. És úgy hívják, hogy gang mod. Egy 60 wattos box mod, bocsánat, box mod, nem is meha mod. Láttunk ilyet Borisnak, 8. kerület editionben krómozott volt, és ebből rögtön kettőt akart venni. Úgyhogy piaca van, de akkor érted, a hülyeséghez be lehet állni a bomba alakúval, be lehet állni a... Mit láttam múltkor? Ja igen, a gépkarabétár mod, az milyen vicces lehet, mikor a buszon előveszel egy gépkarabétárat és elkezded szívni. Hát, helybe megyünk a pofonért, na. Igen. De szerintem a vadháborút is nyugodtan ide vehetitek. Meg a húzalháborút. A vadháború nem lenne, hogyha a felhasználók nem lennének rákattanva. Tehát igazániból ott az ipar nem kreálja a hülyeséget, hanem csak követi. Fut a hülyeség után. Igen. Igen. Hát ez a... Elértük a kritikus tömeget, és a társadalom itt is tökéletesen leképeződik szerintem, nem? Mert hogy az igazi életben is vannak elvetemült emberek, mármint úgy elvetemült, hogy idézőjelben, tehát a hülye hobbiával, meg bármi mással is. Vannak olyanok, akik hülyék, akik tájékozatlanok, vannak, akik kompenzálnak, van, akik nem, van, aki egy kazánból tízet vesz, van, akinek egy is elég évekig, és ez ide is begyűrűzött, ennyi. Hát egyrésztről hál' Istennek, mert ez azt jelenti, hogy sokan vagyunk, másrésztről meg nem hál' Istennek, mert így aztán tényleg az ember, mint állatfaj teljes palettája felvonultatja most már magát, és néha nagyon nagyokat lehet sóhajtani. Az. Na, és akkor ott van Dél-Amerika, hülye vagyok, hát ott nincs, Dél-Afrikában a plakátkampány. Beza, nagyon szép. Mindjárt mondja Krisztián, ja, akkor mondjam? Akkor mondjam, Charlie. Nem mondja. Az cigaretta életeket menthet. Csak így gondoltam, hogy ezt megemlítem, aztán menjünk tovább. Hát persze, hogy mondjad. De hát csak én beszélek, és ma nem tudok beszélni, hát ez egy nagyon rossz kombináció. Tehát Dél-Afrikában az ottani importőrök és gyártók szövetsége helyezett el az egyik ottani autópálya mellett egy óriás plakátot, ami nemes egyszerűséggel annyit mond, az elektromos cigaretta életeket ment, és a Health Spectator magazin, Spectator Health februári 2015. Ez van még így aláírva, hogy úgy meg is legyen jelölve, hogy ez hol hangzott el. Ennyit mond nagyon kis puritán, világos alapon, sötét betűkkel, óriási betűkkel. Tudod, mi jutott eszembe erről a plakátról? Na. Csak annyit mondok neked, Better Call Saul. Hát egy az egybe. Tehát ez a tipikus óriás plakát az autópálya szélén. Szerintem ez 3 autónyi hossz, és egyszerű szövegek. Viszont... Jó fej a cikk egyébként, mondjad. Mondjad csak, és aztán ráfűzök erre, mert jött egy ötlet.
Jó fej a cikk egyébként, mert hogy indít ezzel a pozitív valamivel, illetve beszámol róla, és nem a szokásos egyoldalú tájékoztatás megy, hanem itt felsorol pozitívat, negatívat, tehát objektíven próbál érveket és ellenérveket felsorakoztatni, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy az ellenérvek eléggé mondott csinált bugyuta dolgok, de mellette, az elektromos cigaretta mellett szóló érveknél nagyon szép gondolatokat fogalmaznak meg. Itt van például ez, hogy ha a kampány, az elektromos cigarettát lejárató kampány, ami világszerte zajlik, sikeresen zárul, akkor a dohányosokat simán otthagyják az 50% sanszukkal, hogy meg fognak halni. És ez sajnos ez ilyen, ez nem olyan, mint hogy a WHO mit gondol, és hogy hasraütünk és hülyeségeket mondunk, hanem ezek tényleg, ezek a nyert statisztikák, tehát ez tény. Mivel te beszélsz, én meg tudom, hogy nem eszem fagyit, ezért úgy gondolom, hogy Fifika közben sutyomban. Fifika az, aki ilyen tempóba kanalazza a fagylatot. Ezért van ennyire kusba, hallod? Hát fagyit eszik. Tripla csokis. És képzeljétek el, így miközben a WHO-ról és az e-cigaretta és a cigaretta veszélyéről beszélgettetek, egy darab üveg szilánk volt a magában a fagylaltban. Ne basz meg. Jaj, de veszélyes, tiltsuk be. Figyelj már, az nem ízlelés. Szerintem is. Nem jégkristály volt a az? A fagylalt veszélyei. Borzat. Nem jégkristály volt? Nem. Elolvadt a gyémánt. Lehet, hogy nyers gyémántot találtál a fagylaltodban. Hát ennyi. Na, rákötnék akkor a magyar vonatkozására is, mert milyen jó ez a mi kis párásító csoportunk, amiben például Fifika sosincs, de lehet, hogy ezért jó, nem tudom. Ott van csak, biztos, hogy is fagylaltot eszik. Hogy fölmerült, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy óriás plakátos gyűjtést, úgy, mint a MKKP, tehát a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, aki a ganümédeszi űrhajó tiszteletére felcsúton is állított plakátot, és mi lenne, hogyha csinálnánk mi is akár csak egy darab plakátot valami frekventált helyen, és akkor elkezdtünk ötletelni. Én megrekedtem ott, hogy pénzgyűjtés, és a PayPal-t azt én elvetettem volna, de nem tudom, hogy ezt egyesületi szinten van-e erre lehetőség, hogy pénzt gyűjtsön az egyesület? Igen, azt hiszem, egyszer már ezt valami kapcsán fölvetettük. És a PayPal azért nem jó, mert mindenféleképp egy bankszámlához kell kötni, vagy bankkártyához. Ugye mindenféleképpen a bankon keresztül kell, hogy menjen a tranzakció. Az egyesületnél pedig ezt jogászokkal kell megbeszélnünk, hogy van-e jogi akadálya annak, tehát mondjuk minősülhet-e kereskedelmi tevékenységnek, vagy bármi olyannak, ami után neked adóznod kell. Ez hogy minősülhetne annak? Most ugye elgondolkoztam rajta. Sok furaság megtörténhet, de hogy így... Hát figyelj, ahogy az MKKP... Annak, hogy, de figyelj, én ezért mondtam a fenntartásaimat, mert egy gazdasági szervezetnek hívhatjuk akkor is, hogyha non-profit az egyesületet. Nem gazdasági nem hívhatod, mert semmiféle gazdasági tevékenységet nem végez. Na ezért nem kérdezem, végez. De akkor tehát az, hogy neki van egy számlaszáma és egy cég, neki valahogy azzal legalább a könyvelési szempontból el kell számolnia. És az, hogy most emberektől pénzt kérsz vagy kapsz azért, hogy te azt utána így vagy úgy felhasználd, nem tudom, hogy ez hogyan oldható meg. Vagy megoldható-e úgy mondjuk, hogy akkor nem így, hanem egy... De akkor meg abból megint jön a problémázás, hogy kinek, mennyi jutott a számlára, meg mennyi ment a számlára, meg hát szóval... Én nem ez akarok hülyeséget mondani, egyik, de az ilyen non-profitoknak, ha jól emlékszem, és tényleg nem akarok fasságot mondani. De nem vagyunk non-profit, Krisztián. Hát mi? De hát hogy ne lenni non-profit? Hogy civil szervezet vagy. De az még nem non-profit. De. Hát a gazdasági társaság a for-profit, a civil szervezet a non-profit.
Várja, lehet, hogy a közhasznú. Szerintem a közhasznúsággal kevered ezt a történetet, mert hogy ez mind non-profit. Az alapítvány, az egyesület, volt ott még valami, ami azóta már megszűnt, már nincs olyan forma, társasági forma. De hogy ezek mind ilyenek, és nem tegnap volt, amikor olvastam ezeket a jogszabályokat, de mint hogyha ott lenne az, hogy adott célra tud gyűjteni, felajánlásokat fogadni. Igen, de meg kell nézni. Politikai tartalmú célú dolgokat nem lehet. Hála Isten, ez nem az. Hála Isten, ez nem az. Mert akkor pártot kell csinálni. Igen. Figyelj, könyvelővel meg kell vitatnunk ezt a dolgot, ennyi. Én azt is tudom, hogy hova kéne tenni már egyébként. Na hova? A Nagyvárad térre. Szigorúan a Nagyvárad térre. És ott van szerinted? A Nagyvárad téren óriás plakát, biztos, és ott egyrészt ez egy rendkívül forgalmas, ugye ott az Üllői út, ott jön meg egy irgalmatlan mennyiségű ember, plusz ott az OFI dohányzás fókuszpont központ, minden reggel munkába menet és hazamenet azt nézhetnénk. Aztán lehet, hogy a későbbiekben, ha ez fifika, ezt megtudod, vagy megtudakolod, az tök jó lenne, és akkor mit tudom, és én jövő héten... Itt szerintem a gyűjtés lesz a sarokkő, de azt megoldjuk, azt át kell ugrani valahogy. És akkor utána kiírhatunk egy pályázatot is ilyen egyszerű modell alapján, mint ahogy a külföldi cikkben volt, hogy tényleg ez az egymondatos szlogen mi lehetne, amit ki lehetne írni. Nekem megvan a bejáratott házi grafikus, ő bármit... gombokért, meg gombok nélkül is megcsinál, hiszen ő is elcigizik. És akkor, na, lehetne egy tök jó dolog. Természetesen, hogyha legalább a plakát 95%-ában figyelne a párásító. Nem? De. 12. Alatta lenne az összes webshop, nem? 13. És a maláj robotnők. Én azt nem tudom, hogy jó ötlet lenne egyébként. Tehát belevinni a kereskedelmi dolgot. Nem. Ezt csak viccből mondta. Ellentétben velem, aki teljesen komolyan gondolja a maláj robot hölgyeket. Egyszer megnézek már egy ilyen maláj robot nőt, hogy nézek. Az elektromos cigaretta és a maláj robot hölgy életeket már... Blackie-vel már megfejtettük egyébként az igazi plakátszöveget. Krisztián Todd jutott az eszembe a kettő összefüggéséről. Na. Ne szopjad, szívjad. Hát jaj, ez tök rossz volt, és még közben is vágtál. 18 plusz. Tehát Blackie-vel megfejtettük, ilyeneket kéne a plakátra írni. Egy család, két szülő, három gyerek, négy elektromos cigaretta. Blackie továbbment, két szoba, három gyerek. Nem, de két szoba, három gyerek, négy kerék, öt provári. Egy mód, két kazán, három aksi. Öt provári, 10 watt. Igen. Hát de azt valami klasszikus mondta, hogy 6,5 watt fölött nincs élet. De jó, nézz akkor ennek utána, Fifika, hát ez milyen nagy menőség lenne már. Vagy azt lehetne, hogy megcsinálnánk úgy, hogy tudjátok, mint ami most volt a Scott Bonneréknek a plakátja. Hárman öltönyben, egyikünk előre, a kettő két oldalról, mint jobbról-balról, nagyon morcosan napszemüvegbe nézünk szembe, és akkor alával, tök mindegy, hogy milyen szöveget, csak hogy mi legyünk nagyban a plakáton. Kiöltözve, mint Szaros Pista Jézus neve napján. És Charlie, ez nem rólunk szól. Hát az nem baj. Csak küldjetek pénzt, hogy kirakjuk nagyba a pofánkat. Várjál, a három, a Men in Black, és akkor tartanánk az e-cigit itt magunk előtt, nem, tudod villantani. Nem. Én nekem már így összeállt a fejemben. Három darab sziluett hátulról. Büdös nagy gőz, nem büdös nagy, csak hogy így látszódjon, hogy megy a gőz, és alatta pedig nem cigarettázunk. E-cigarettázunk. Hát ezt mondanám, hogy jó, de nem.
Miért? Szerintem. Mert bonyolult, meg gondolkozni kell rajta, föl kell fogni. Igen. Igen, igen. Én is csak hülyeségből mondtam a három képet, bár úgy mondtam hülyeségből, hogy hát ha még egy valaki rábólintana, akkor már többségben lennénk itt három emberből. Hát azért az menőség lenne. Közben eszembe jutott, hogy annak idején, amikor ennek a gyűjtésnek a technikai részét beszéltük át, akkor úgy volt a legegyenesebb az út, hogy az, akinek fizetnénk, az nyit egy számlát, amire be lehet fizetni. Hát nem hiszem, hogy egy óriás plakát gyártó cég azért a... Tehát csinál egy gyűjtőszámlát, 150 ezer forintért neki megéri ez a gyűjtőszámla. Az azért nem jó, mert hogyha ne adj Isten a célösszeget túllépjük. Vagy túl, igen. Túllépjük, akkor érted, most ott van egy gazdasági társaságnál, azzal ő végképp nem tud mit kezdeni, hogyan könyveli le, hogyan adja vissza, stb. Még szerintem ez nem lehet egy akkora nagy őrült, bonyolult dolog, hogyha az MKKP egy magánember magánszámlájára be tudta gyűjteni és össze tudta szedni. Meg kell mondani az elején, ki kell találni, hogyha túlfizetés van, figyelj, akkor a fennmaradó összeget valami. Tulajdonképp ez pont ugyanolyan, de ez pont ugyanúgy meg lehetne csinálni, hogy te, vagy én, vagy Mujó, vagy bárki más azt mondja, hogy az én számlámra utaljátok azzal a subjecttel, bocsánat, aki nem érteni, azzal a megjegyzéssel, hogy mit tudom is én, plakátkampány. Az azért csak, nem jó. Mert utána ezzel ne. Igen, mert hogy számolsz el, meg hogy mutatod, hogy mennyi, meg... Bocsánat, mindig közben szólok. Az MKKP is azt csinálta, hogy nyitottak erre direkt egy számlát, és arra csak az ment, és akkor tiszta volt, nem kellett bepütyögni. De ki nyitotta elfelejtett. A számlát? Tehát... Egy hölgynek, ha nem emlékszem a nevére, de én is utaltam, most lebuktam, hogy egy hölgynek a magánszámlájára kellett küldeni. Ott volt a neve, hogy hova. Az MKKP oldalán biztos kim van még a poszt, hogy hova lehetett utalni. De besétált, nyitott egy alszámlát, és annak adta meg a számla. Lehet, hogy ez igazából nem is, tehát csak egy technikai szám volt, és nem kellett külön bankszámlát nyitni ezt hozzá. Ezt tudod, hogy ezzel a pénzzel ezt le kell adózni. Nem kell ezt szerintem leadózni, hogyha el van számolva, mint amikor a tüntetésekre is szoktak menni ezek a támogatós díj történetek, és akkor tételesen elszámolnak vele, hogy tokkavonóval elment az egész erre, arra, amarra. Arra gondolsz, mint ami mondjuk a izénél volt, ami legutoljára együtt kim voltunk, hogy gyűjtögették a dobozba, igen. És akkor utána mindig kiírták a weboldalra, hogy ennyi jött be, ennyi ment ki. Igen. Szóval biztos van ennek valami egyszerű formája. Hogy nem annyira agysebészhet ez a dolog szerintem, hogyha ilyen egyszerűen meg tudják mások is csinálni, mint mezei magánember, és még csak egy szervezet sincs mögötte. De utána kell érdeklődni, azt jó van. Hát nem tudom, szóval ezek... Na mindegy... Ne legyél szkeptikus, kérdezz meg, merjünk nagyot álmodni. Valakinek utána kéne nézni, hogy mondjuk az az egy darab plakáthely X időre. Hát azt, de Fifika, most olyat mondasz, hogy mennyibe kerül egy módkészülék, tehát melyik? Karakószörcsön? Egy darab plakáthelyről beszéltünk. De Fifika, de most egy darab plakáthelyről beszélünk, de már az nem mindegy nekik, hogy az utca melyik oldalán van, vagy hogy mondjuk a belváros... Fifika arról beszél, hogy találjuk meg a konkrét plakáthelyet, és de arra viszont konkrétan Ujjó meg tudja mondani. Ujjó megmondta, hogy hol, ki kell nézni, hogy ott van-e plakáthely, és meg kell kérdezni, hogy... De csak egy ötlet tőlem, tehetjük fel csútra is, csak ott nem annyira jó. Hát akkor azt csináljuk, hogy gondolkozom, hogy szólok a Borisnak, ő viszonylag közel van ahhoz a plakáthelyhez, és akkor körbenézeget ott, ezeknek az alján mindig ott szokott lenni, hogy milyen média, és azt írja föl, vagy fényképezze le, és akkor azt meg majd én elküldöm neked, Fifika, vagyis majd én azt akkor fölhívom, meg megkérdezem, hogy mennyi lenne per hó áfával, meg mit tudom is én, hogy ez hogy van, hogy milyen százalékos áfája van ennek, vagy egyáltalán hogy van ez. Hát brutó mennyi, mondjuk röviden. Igen, és akkor utána okosabbak leszünk, aztán tovább tudunk lépni. Hogy legyen meg a célösszeg értelemét. Hát azért mondom, hogy utána okosabbak leszünk, tovább tudunk lépni, de én még mindig azt javaslom, hogy napszemüveg, öltöny, fekete nyakkendő, fehér ing. Jó van, csak hülyéskedtem, na. És akkor utána tovább tudunk lépni, hogy mi legyen a szöveg, meg hogy lehetne ezt akkor
Meg egyáltalán, hogy értitek, mennyire reális, mert Blacky mondott 300-at. Én körbenéztem aznap, még mikor beszéltünk erről, és akkor Pesten ilyen 120 és 150 között szórásban láttam per hóra. Tehát azért az nem mindegy, hogy 150 vagy 300, de a 150 is olyan, hogy most gondolj bele, akkor az emberenként, ha 150 ember belead, akkor az fejenként egy ezres. Találj 150 embert. Ez itt a basz, meg indítani kell egy Kickstarter projektet rá, vagy nem tudom. Ha nem teljesül a gól, visszanem. Demón azért voltunk 200-an. Így van, egyrészt. Másrészt az Egyesületnek is van pénze, tehát hogyha ha valami lógás lesz, akkor arra még rá tudunk mi is segíteni, és szerintem legalább egy jó frekventált helyen meg lehetne egy jó plakáttal jelenni. Hát, maradjunk, mondjuk ez nagyon sok szervezést fog igényelni. Hát tehát, szerintem annyit nem. Annyit hát közösség, nem. Tehát gondolom, hogy akkor legalább ötlet szintjén az közösségi legyen, még ha grafikus barátod, aki kabátgombokért és füstfelhőkért dolgozik, ő csinálja meg akkor is. Hát gyakorlatilag utána akkor csak a plakát kihelyezési költség van, és az milyen menő lehetne, hogy mondjuk lenne egy hónapunk, hogy mindenféle okosságot tudjunk oda szervezni. Vágod, Krisztián? Uh-huh. Mondjuk egy akármilyen demonstrációt, ilyen plakát alatt. Milyen zsír lenne? El is sétálhatunk alatta egyszer. Hát figyelj, Krisztián az, hogyha összeszedi magát, az a plakát kínlévő idejét végig tudja beszélni. Tehát... Hangos plakát, baszki. Nem láttam még ilyet? Ott állok mögötte a megafonnal, és amikor szorulom van, tehát ott nagyjából mindig, akkor mondok valami jót. Jaj. Azért voltam így ennyire csendben, mert közben kaptam egy üzenetet. Azt hallottuk. És a bokátokat le fogjátok fosni. Nem tudom, hogy mit csináljak én most veletek. Először megosztom én ezt veletek a Skype-on, aztán eldöntitek, hogy ezt bemondjuk-e vagy sem. Bemondásra dolgozzunk. Na, ne viccelj. A visszaigazolás, hogy lottóötös nyertél, és már csúknád is le a podcastet, és húznál Bora Borára? Mindig ráhibázol. A tücsök ciribel. Az utolsó? Igen. Ja, igen. Ja, hogy a show notes-ba raktad be? Jaj, nem. Mondom, hogy a Skype-ba. Te nyugdíjas. Nyugdíjas, azt néztem Skype-ot, nekem nincs itt semmi. Úgy kezdődik, hogy HTTPS. Mit mondasz rá? Ezt gondolom ki fogod vágni akkor. Nem vágom ki. Mi ilyenek vagyunk. Nem vágod ki? Nekem kifolyik a szemem tőle. Én továbbra se látom. Jó, azzal most én nem foglalkozom, hogy nem fizik. Görges. Berakom neked a show notes-ba, jó? De ez így már baszottul vontatott, hogy nem tudsz megnyitni egy linket. Most jelent meg. Persze, most jelent meg. Na, szóval... Lassú vagy csak. Meg mondjuk mi ezt? Vagy hagyjuk? Most már annyit vajúdunk rajta, hogy... Én nem mondanám, mert nem ide tartozik, tehát... Jó, oké, tehát most érted, akkor jövő héttől mondjuk be, hogyha valaki nyit egy weboldalt, vagy... Például én, azt jövő héten mondjuk be, sorsoljuk likvidet, mert nyitottam egy weboldalt. Vagy mi. Vagy mi. Na, azért jó, hogy hárman vagyunk. Mert hárma háromfélét gondolom. Nem, hát az igen, meg a nem az eléggé bináris, úgyhogy még Fifika elmondja, hogy szerinte, és aztán ebből meg lesz a végeredmény. Hát, nem tudom, én nekem ez ilyen semleges történet, de akkor a jövő héten likvidet sorsunk, tehát ennyi. Én nem érzem ezt egy akkora csattanásnak, hogy de
ezzel az erővel akár lehet is, tehát nekem 8. De, hát végül is van hírértéke, nem? Hát ez az első ilyen történet. Klasszikusokat csak pontosan történet. Na mindegy, lépjünk tovább, aztán megfejtjük még adás közben, hogy mi a túró volt ez, amin ennyit fifikáztunk. Menjünk tovább, és aztán majd kiderül, vagy beborul. Vagy mi. Hát jó. Na, kis tudatlanok. Nem tudom, tudtátok-e, hogy létezik egy ilyen oldal, én tök véletlen bukkantam rá. shsmonitoring.org. Ez bizony a másodlagos dohányzás mérésére alakult oldal. Passzív dohányzás. De itt second hand, tehát ez a használt füst. Volt egy ilyen beszólás. Füst turi. Volt egy ilyen beszólása a Borisnak is, azt majd a videóban meg fogjátok látni. Na mindegy, érdekes lesz az is. Na, mondd akkor a füst turit. Tehát ez a second hand. És így végig olvastam a módszertant, meg hogy mérnek, meg mint, és tehát ez legalább annyira homályos nekem, mint az egyébként a másodlagos gőz mérése. Tehát azt gondolom, hogy ha így mérik a másodlagos dohányzást, akkor valószínűleg hasonló elvek mentén mérhetik a másodlagos elektromos cigaretta gőz kártékony hatásait. Egészségkárosító hatásait. Mert szerinted egészségkárosító a másodlagos elektromos cigaretta gőz? Nem, azt hittem, hogy keresed a kifejezést, és segíteni akartam. Annyira lassan mondtad, hogy azt hittem, hogy a megfelelő kifejezésen gondolkozol. És hogy végigolvasod a módszertant, akkor itt olyan homályos kifejezésekkel dobálóznak, hogy milyen fontos a megfigyelés. Mi van? Beül valaki, érted, egy ilyen dohányos mellé, és figyeli a füstöt, hogy merre száll, vagy hogy ő mennyit szív belőle. Mindegy, lényegtelen. Ami engem egyébként rettentően szíven ütött, az a másodlagos dohányzás, és így fűződik rá egyébként az elektromos cigarettára, hogy a másodlagos dohányzás biomarkereit hozta föl, és ugye azt tudjátok, hogy az emberi szervezetben lehet mérni az úgynevezett nikotin szintet. Hogy erre, rengeteg Dr. Falsolinos kutatást olvastunk. Így van, erre létezik biomarker, amit eszméletlen jó lehet vizsgálni, mivel az embernek születése kor már van egy úgynevezett nikotin receptora, ami működik. Dohányosoknak ez durván majdnem kétszer annyi, mint egy életében nem dohányzó embernek. De ugye, és itt jön az én trollkodásom, a zöldségek is tartalmaznak nikotin. Tehát ha valaki nagy mennyiségű, mit tudom is én, paradicsomot, burgonyát, rebarbarát, meg a jóisten tudja, mit fogyaszt, annak a kotidin szintje ugyanúgy megnövekszik, mintha másodlagos forrásból szerezte volna be a nikotin. Tehát vagy vépeltek mellette, mondjuk 10-es levest, vagy 18-ast, vagy dohányoztak mellette. És igazából ezeket nem lehet életszerűen, illetve laboratóriumi körülmények között mérni, mert ahhoz az kéne, hogy a kiinduló csoport minden egyes tagját
megméred, utána beteszed őket dohányosok mellé, és ellenőrzött körülmények között tartod, mit tudom is én, 10 napig. 10 nap után megméred, hogy a okozott-e nála a kotinin szint emelkedést a másodlagos nikotin. De itt simán arról van szó, hogy dohányosokkal együtt élő embereket megvizsgálnak, hogy emelkedett-e a kotinin szintjük, marhára nem érdekli őket, hogy esetleg azért emelkedett a kotinin szintje, mert paradicsomot, rebarbarát, burgonyát, bármit fogyaszt nagy mennyiségben, vagy mert a mellette ülő véper vagy dohányosnak a gőzét szippantja be. Szóval ennyi lett volna a hozzáfűzni valóm a dologhoz, de egyébként iszonyúan érdekes elolvasni, hogy hogyan gyűjtik be az adott szoba levegő mennyiségét, hogyan vonják le belőle azt a végkövetkeztetést, mintha te azt a levegőt érted, átszűrted volna a tüdődön, ami abban a szobában füsteltelített, stb. Szerintem tele van egyébként módszertani problémákkal. De hát ez csak így a margóra jegyzem meg. Még a margón, ha van egy kis ennyi, hely, azt azért... Azt azért tegyük hozzá a margóra, hogy itt ugye arról van szó, hogy a passzív dohányzás esetében sosem a nikotin az, amivel a probléma van. Tehát a passzív dohányzás miatt a levegőbe kerülő nikotinnal kapcsolatban soha nem találtak negatív egészségügyi összefüggést vagy következményt, hanem a milliárdnyi mindenféle egyéb vegyi anyag és a cigaretta égetése és a dohány égetése során felszabaduló rákkeltő anyagok azok, amik kisebb százalékban, kisebb sanszal, de tudnak egészségügyi problémát okozni, és nem a nikotin. Annyit hozzáteszek a dologhoz, hogy aki hogy jó, csak kicsit gondolkozzá, aztán én addig beszélek, na. Jó? Szevasz, Blacky. Halló. Halló, itt vagyok. Sziasztok. Ha-ha, szia. Jó estét. Most esett be az ajtón, azt gyorsan ráírtam, hogy akkor ne büntessük a Lackó Attilát, jöjjön már be egy kicsit beszélni. Hisz még csak egy óránál járunk. Jó, van erre 20 perc, már bejövök, persze. Jaj, 20 perc. Mindjárt jövök, elmegyek, kifújom az orrom. Jó, meg a tücsköket kapáld le, légy szíves. Na mesélj, addig mi ez, hogy te 1000 évigben vagy dolgozni, meg este 9:30-kor érsz haza? Hát itt buszközlekedéstől kezdve mindenféle egyébig. Meg hát ugye 1 órával adébb vagyunk. Ezt is számolt bele. Akkor csak 8:30. Az biztos észrevetted, utólagos engedelmed nélkül is kiraktam a Monstre Microcoil tanító videót. Már többen megjegyezték, hogy hát ilyen lassan se tanultam még meg Microcoil tekerni. Ez van, gyerekek. Ez nem egy egyszerű téma, illetve még ez az egyszerű téma igazából, de ha jól akarod csinálni, akkor ez nem olyan, hogy 5 perc alatt összecsapom. A történetet. Hamar munka sose kész. Igen. Hát meg attól függ, hogy milyen jószágba rakod be. Nyilván. Boris jószágjában egészen másképpen festene egy mikrokolja. Megkóstoltuk ma a leveseidet, amiket küldték, köszönjük szépen ezúton is. Képzeld el, csak az egyik repült. Nem mondod. De. Szerinted melyik? Színre? Szerintem a Heisenberg. Mondom, hogy színre. Erre kimondja a nevét. Bocsánat. Egyébként az. Tehát ez a fél sluk után én már kidobtam volna. De volt benne túl sok? Vagy mi volt benne túl kevés? Bár szerintem... Hát a Negro volt benne túl sok. Igen, ezek a Vampire levesek, ezek nagyon intenzívek. Hát gondolom a PG miatt, úgyhogy... Sok a PG, és ugyanis aromázzát, ezek ilyen kínai aromákat használnak, amiben 10-20% kell,
és a srácok nem nagyon szoktak számolni. Tehát, hogyha azt írja a kínai, hogy a blueberryből 10% kell, hogy annak blueberry íze legyen, akkor beleverik a 10%-ot. És hogyha az ánizsra is 10%-ot írnak, akkor az már 20% aroma per leves. Hát igen. Így kell ezt csinálni, hát így az egyszerű számolni. Az már nem leves, az már eszencia. Körülbelül. Egyik-másik tényleg nagyon tömény, főleg ezek az összetettek. Innen lehet tudni azt, hogy nem nagyon kalkulálnak a fiúk, csak öntik. Hát ezt a másiknál is észrevettük, hogy ízben elég erős a Pinkman is, de igen. Szódával az még elment. Rosszul közelítitek ezt meg. Nem spórolnak az aromával. Egyébként azt ilyen kis háttérinfó, hogy az egyikre a Matyi, a másikra meg a Boris csapott le, mert nekik az mindenféleképpen ízlik. Úgy, hogy Matyi meg PG allergiás. A szívja a 60-as PG-t. Hát mondom, te tudod, Matyi. Úgyhogy ennyi volt a liquid test, amit az első óra után már megbántunk, mert minden egyes videó végén, hát azt, ha bevágnám, hogy úgy keltünk föl, hogy, vagy hát én, mert mikor kikapcsoltam a kamerát, hogy köszönjük szépen, sziasztok! Jaj, a seggem, de elültem, bazd meg! Tehát ez minden videó vége ez volt. Nem volt jó 40 fokban. Na mindegy, ki kéne menni Angliába, a francba. Igen, itt egy kicsit kellemesebb az idő ebből a szempontból. Viszont sokkal több a PG-s leves. Én azt föl nem tudom fogni, hogy jó, hát kell PG-s leves, de hogy ennyi? Itt nagyon sok az átcímkézett kínai. Tehát amit a legtöbb helyen megkapsz, az például a Diamond Mist nevű, ami egy az egyben Dekang, csak rá van nyelve egy másik címke. Aztán az egyik legnagyobb franchise a Smokers Angels, akiknek a cikkeit rendszeresen szokták össze-vissza dobálni Facebook csoportokban. Az e-cigarette direct, tehát e-cigaretta direct onlap, az tulajdonképpen az ő blogjuk. Az is a cím, hogy Estré, az a hamutartó blog. Azt ők üzemeltetik tulajdonképpen, és ők Hang Sent forgalmaznak Smokers Angels brand alatt. Úgyhogy itt nagyon-nagyon sokan szívnak kínait, még úgy is, hogy nem tudnak róla, csak érted, rajta van a címkén, hogy Made in UK, és kész, pedig nem és Made in UK. Büszkén szívja a Made in UK levest. Ja. Igen, volt, aki megpróbálta. Egyébként a Hang Sentnek nincsenek rossz levesei. De ez akkor is milyen megtévesztő már. Így van. Hát olyan illúzió romboló. Brand gyártásról nem hallottatok még. Hát de. Na mindegy, szóval ez ilyen. Blacky, nem csinálunk egy közös GS2 videót? A Béla hiányolta. Hát nem tudom. Kell az még úgy ötödiknek? Vagy hatodiknek? Jó ég tudja, nem számoltam mennyi volt összesen. Eredetiről hányan csináltak videót? Szerintem csak a Charlie. Charlie és a felhő. Igen. Zusammen, úgy. A kerti parti. Azaz. De patentül teszi a dolgát. Az eredeti. Ezt csak megsúgom. Még mindig azt szívod, és... Téden is máshogy vannak a lukak, Charlie. Igen. És a úgy felhő van. Permanensen beköltözött azóta. A roading, tudjátok. De nincs most ott, tényleg. Nincs nyaral, vagy telel, vagy nem, nyaral a Balcsin. Egyébként az nem az én kazánom, ne tévesszük el a házszámot, nekem nincsen GS2-m. És milyen jól tettem, hogy nincsen GS2-m, mert majd lesz 23 mm-es GS2-m. Ami milyen jól fog kinézni, az Karabauszon. Na, hát ennyi. Vagy a Provárin, vagy a ha még megvan az áj, akkor azon. De igen, valóban, tehát én megint elmondom, hogy ez egy köcsög lépés volt egyébként a Smoker Store részéről. Egyetértek, ez nagyon nem volt szép. Azért azt hadd fűzzem már rá kis marketing, hogy holnap lesz a GS2 klón sorsolás, tehát még ezt most direkt köhögött bele, hogy Ja nem, azt hittem azért, hogy valami gondod van azzal, amit mondtam, hogy holnapig még lehet simán játszani, és
egyáltalán nem irreális, tehát most valami 180 ember van játékban, tehát közülük egynek megnyerni a 180 az egyhez még mindig jobb, mint a lottó sorsolás. Úgyhogy próbálkozni kell, mert szerintem egy jó kis, pont az szerintem, ami nálad is volt, a felső 120 fokonként rakott levegőállítással. Az, az neked se jött be úgy, hogy mind a három kopra nyitva van, igaz? Én egyszer próbáltam meg azokat kopra nyitni fölül, de nem, az így borzalmasan levegős, és az már az ízrovására megy szerintem. Nekem amikor az... egy nyitva van fölül azzal a szimpla gyűrűvel, lehetőleg az, amelyik a leginkább a tekerés felé néz, azzal oké. Okay. Az egy kicsit rádob, meglágyítja a gőzt, és egy kicsit talán többet is kapsz gőzmennyiségben. Ízben nem feltétlenül szerintem, de elhangolja az ízt mindenképp. Nekem úgy ízlik a legjobban, hogyha egy szépen két-három lukra le van alul szűkítve, vagy egy lukra, és akkor csak alulról kap levegőt. Mert azt egyébként én azért raktam végül is vissza egy levegőző lyukra fönt, mert én abba futottam bele, hogy ha annyi vatta van, hogy tényleg beleér a PTF ecső, akkor hozzáér oldalt a palásthoz. Ha kevés vatta van, hogy ne érjen hozzá a három lukhoz, és kapja a levegőt mindegyikből, akkor meg folyik nyakra főre, mert akkor meg nem tud a PTF ecső beleérni, úgysem, hogy kis vattapamacsal megtámogatom még föntről. Igen, én fogtam le és zártam a tetejét, ahogy kell, alulról levegőztetem, visszaraktam az egyikas gyűrűt, beállítottam egy csukott állapotra, és az az ógyűrűvel, amit utólagosan eszkáváltam fölre, mert az enyém az sajnos nem zárt tisztességesen a felső levegőállító gyűrűnél, azzal most így teljesen rendben van. Már hogy izzadt? Igen, ott, aha, ahol rátekered tulajdonképpen a tankot, és találkozik a felső levegőállító gyűrűvel, ott valami, lehet, hogy a felület kimunkálása nem oké, vagy az ógyűrű nem a megfelelő, ami ott van alatta, de izzad. Uh-huh. Ott egy halvány csíkban megjelenik a likvid egy idő után. De azért félelmetes, hogy nagyobb a gőze, mint a GT-nek. Igen, ez haláli jó pofa kazán. Csak lenne egy picit nagyobb a tank. Hát az borzasztó, tehát fél óra alatt simán üresre szívod. Hát te fél óra alatt nekem napi kétszer kell töltenem, és úgy, hogy ugye ez a klón, ez úgy vettem észre, hogy valamiben kisebb lehet, mint az eredeti valamiért. Lehet, hogy az üveg vastagabb benne, nem tudom. Mivel az eredetit nem láttam, tehát arról nem mondok véleményt. De egy biztos, ebben nem fér 3 milli. Nekem ez azért volt fura, már mikor beszéltünk erről, hogy én összelegóztam minden, hogy az eredetit meg a klónt, és kopra, üveg, minden anyám kínja belement, tehát szerintem akkor ott valahol az üvegnek az alsó tartó része kicsit vastagabb a fémben, és akkor az veszi el, de egyébként nekem nem tűnt föl, hogy bármi a alkatrészben másabb lett volna, mondom, az a két kis inzulátor ott a bekötési pontoknál, meg hogy azt el is felejtettem odaírni a cikkbe, hogy nekem a klónnál nehezebben járt a bekötési pontoknál a csavar. Aztán ennyi, de tényleg patent kis klón. Igen. Ahhoz, tehát, ha belegondol az ember, hogy a pénzért mit kap, az egy teljesen jó kazán. Annyi, hogy egy kicsit többet kell játszani ezzel a levezetés dologgal, mert nem olyan egyszerű, mint egy Kaifun, hogy levágom a kémény tetejénél, visszagyűröm, aztán kalapkabát, hanem itt tényleg egy kicsit mennyire mélyen nyomjam le a PTF csövet, mennyi vattát, mennyire húzzam föl, mennyire hajtsam vissza. Igen, szóval itt azért vannak dolgok. Ja, akkor a GS2 klón sorsolás ne feledjük holnap, és itt van az ötös pont, azon átugrottunk, mert akkor jött be a Vader, hogy na, hogy ilyen is van. Nem, az pont azt. Azt vesrészte fizika, és az aztán... Az SHS monitoring. Jó, akkor persze, csak már nem szürkítettek. De még fizika úgy ment el dolgára, hogy még valamit akart mondani a témában. Igen, csak azt akartam mondani, hogy a múlt héten járt a kezembe egy furcsa eszköz, amire nem igazán tudom még, hogy mit mondjak. Ez egy vaporizátor.
amivel hogyvat, amivel dohányt lehet hevíteni. Tehát nem elégeted a dohányt, hanem 230 és 250 fok között hevíted. Ergo nincs égés termék, viszont a dohányból egy ilyen lájtos füst szabadul föl. Hát akkor valami égés csak van. Igen. Nem ég, Krisztián. De hát figyelj már, ez a fizikája. Levegő, éghető anyag, meg égéste, vagy mi az Isten, gyúlék, tehát az, ami reakcióba lép, és ebből hát a tökéletlen égésből lesz a füst. Tehát én ezért nem értem ezt. Vagy én sem. Jó, hát lehet, hogy te sem érted. Én a végén kiszórtam belőle a maradékot. Az egy ilyen pörkölt dohány volt. Látszólag olyan volt, mintha összeszáradt volna ilyen apróra. És mondjuk a slusz poén az volt a készüléken, hogy föl lehetett rá tekerni egy kartomizert is. És akkor átszívtad ezt a dohányos füstöt? Ezt a dohányos füstöt át tudtad még szívni egy kartomizeren, aminek mondjuk volt íze. Ami nekem nagyon furcsa volt, és azért mondom, hogy tehát ebben a témában aztán igazán nem láttunk még se kutatást, se semmit, de ez ilyen az e-cigarett és a cigaretta közé tudnám betenni ezt a készüléket. Fogalmam sincs, hogy ennek mondjuk a káros anyag tartalma mekkora. Bocsáss meg, rákérdezek én még egy kérdés a fogalmam sincsre. Fogalmam sincs, hogy ez miért jó. Én elmondom, hogy ez miért jó, mert ilyen hírek már jöttek a dohánycégek némelyike, nem emlékszem, hogy melyik kísérletezgetett ezzel, és voltak is róla hírek, hogy ezzel tökörésznek. Azért idézőjelben mondom a jót, azért jó ez, mert kinyílt a csipája a dohánycégeknek az elektromos cigaretta által kitaposott kockázat csökkentés témában. És nyilvánvalóan, mivel olyan fajta égés nem történik, ezért vélhetően, ugyan számokat én sem ismerek, vélhetően kevésbé káros, csak nem olyan extrémen szélsőségesen kevésbé egyrészt, káros. Másrészt meg dohányt kell hozzá használnod, tehát gyakorlatilag a dohány fogyasztás megmarad. Bár az a készülék, ami nálam járt, az egy kínai csúcskészülék volt, tehát gazánfölfűtési időtől kezdve a nem tudom én mindenféle Bluetooth-on lehetett állítani, tehát ez egy nagyon... Hát az aztán DC, nagyon DC fontos. Volt benne? Azt nem tudom, egyébként egy Texas chip vezérelt az egész kütyűt. Na most ennyit akkor sikerül. Számológépet szívta? Hogy? Mondom, most akkor számológépet szívta, vagy mi az Isten? Hát lehet. Ennyit sikerült megtudni. Ami nagyon érdekes volt, hogy a dohánynak, annak olyan íze volt, mint a zöld teának. Tehát valami egészen más lett így a dohánynak az ízvilága. Föltekertük a kartomizert, akkor már egészen jó volt, meg hát nyilván akkor már van gőz is elég rendesen. Nem tudom, tehát ez egy ilyen kvázi demo készülék volt, ami járt nálunk. Érdekes volt. Na, csak ezt így tudod, hogy a kettő közötti átmenet, és ez nem dohánycéges cucc, hanem valamelyik kínai gyártónak a cucca. Ezt az az igazság, hogy ez nem egy új dolog. Nem tudom, emlékeztek rá, de annak idején a Philip Morrisnak volt egy Accord nevű készüléke. Egy pici, mit tudom én, mobiltelefon méretű doboz, Accord mobiltelefonjaihoz mérten nagyjából egy méretű, és úgy nézett ki, mint nem is tudom, mint valami fújós hangszer, amiben bele kellett tolni a cigarettát. Nem akármilyet, mert gyártottak hozzá külön cigarettát,
ami fémhüvelybe préselt dohány volt, és ugyanolyan papírborítása volt felül a filter környékén, mint egy normál cigarettának, és ezt kellett beletolni ebbe a dobozba. $40 körül volt ez a cucc, és be is mérették, 83%-kal kevesebb toxint mértek az így párologtatott dohányból, mint egy normális cigarettából. Tehát azért látható, hogy van különbség a normál elfüstölt dohányhoz képest, azzal, hogy csak hevíted, de nyilván, ahogy Krisztián mondta, nem annyira extrém módon alacsonyabb a károsanyag kibocsátás. Hát 83% azért, na, tehát az egy cigaretta előtt, ha ezt valaki mondta volna neked, hogy figyelj, itt a cigaretta 83%-a kevesebb benne a cucc, azért az eléggé... Ezt aláírom, de igazából az e-cigarettában mi nagyon vonzó az, hogy van látható füst. Ezeknél, hogyha nincs ez a kartomizer rajta, amit a kínaiak ráfejlesztettek, úgymond, akkor gondolom láttad, hogy a kifújt füst... Az fele, mint a cigaretta. Így van. És a torokhatás se teljesen ugyanaz, az íze is egészen más. Hát az íz, az mondom, az megdöbbentő volt. Tehát mondom, igen. Itt a zöld teát szívtál volna. Nem volt rossz egyébként, csak nem volt konstans a kettő, érted? Így van. Igen, hát a dohányzás élményét kiváltani kereső embereknek valószínűleg ez nem annyira vasszisz, de az valószínűleg a nikotinbevitel szempontjából tud hatékony lenni, de én úgy érzem ezt, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen megkésett történet, tehát miután így az elmúlt közel 10 évben az elektromos cigaretta igencsak kitolta a kockázatcsökkentés potenciális határait, egy ilyennel előjönni, hát well. Jó, hát próbálkoznak ezzel is, meglátjuk. Persze, hát kisülni, akármi kisülhet belőle, ha más nem, akkor aszal dohány. Érdekes volt már, csak ennyit akartam hozzá, vagy ráfűzni a történet. Tech-rovatunkat hallottátok. Na fiúk, lépjünk, 1.32-nél járunk, és olvasói kérdés ugyan nincs, de... Nem jött olvasói kérdés. Hát jött, de mondjuk elég annyit mondanom, hogy Rácz Béla tette föl, tehát... Elég. Okay. Elég. Köszönjük olvasói... Béla, és ezzel meg is válaszoltuk. Hát, tényleg, majd lefűzve kiadjuk a munkásságodat. Az olvasói kérdésekben is uborka szezon van. Biztos mindenki balatonol. Mi van még? Vagy PS2 videót néz. Hát, vagy azt, abból van Rogyásig, vagy ahogy Nyíregyháza környékén mondják, Szartig. Szartig. You know. Nem tudom, hogy te beszéled-e még ennyire a magyar nyelvet, vagy már csak a Cloud Chaser spanyaiddal kokettálsz a sztorban, mert láttam azt a videót, amit előadtatok ott a, gondolom, a diákmunkással. Igen, ő a diákmunkásunk. Volt egy érdekes ötlete, hogy mi lenne, hogyha 12 voltra tekernénk valamit nagy ellenállással, vékony húzalból. Nézzük meg, hogy mit lehet vele elérni. És ma tovább fejlesztettük a dolgot, készítettünk egy igen vastag húzalos 0,21 ohmos dual coil drippert, amit 126 watton hajtottunk meg, és készül a videó, ahol le lesz fotózva két tekerés egymás mellett. Ugyanazt a 60-40 arányú végétöbletű folyadékot használtuk, és akkor majd egymásnak háttal is fújunk egyet, és meg lehet nézni, hogy a háromszoros teljesítmény produkál a háromszoros gőzt. Ez tökre uncsi. Az. Mi van még itt nekünk? Lassítunk van? Én betettem egy kutyás videót. Ó, Istenem! Ne. Akkor én beteszek egy cicásat.
Én ezektől a kutyás videóktól, meg nem, megosztásoktól nem mindig ki vagyok készülve, hogy én nem akarok mindenféle állatszenvedést nézni. De ez tényleg egy nagyon jó videó. Magyarok készítették, de az apropója az, hogy miután Dóc az ugye a géniuszok falva, ezért ide csak befele jön út. Zsákfalunak hívják nálam. Zsákfalunak hívják, így van. És hát nem tudom, pedig ugye most már elméletileg minden kutya csippelt kéne, hogy legyen, de még mindig az a szokás, Szegedtől 24 kilométerre vagyunk, itt bejön a bekötőn, megáll a bekötő közepén, és kirakja a kutyáját. Most ezzel olyan lavinát indít el a faluba éjszakánként, egy-egy ilyen kóbor kutyát ott leföl, mászkál a faluba, nyár van, ablakok nyitva, és hajnali 1-2 között arra ébredsz legszebb álmodból, hogy az egész falu összes kutyája ugat. Hát ezt nem mondd, ezt az összes podcast hallgató tudja, mert az ablakod nyitva van, és a kutya ugat, vagy a tücsök ciripel. Vagy a békabrekeg. Ezt a videót egyébként azoknak ajánlanám, akik így idehordják a kutyájukat, a megunt házi állatokat. Akkor ezt tedd be szerintem a kultúrába. Pakolják ki. Jó. Beteszed, vagy... Egyébként egy világ sikert aratott magyar videóról van szó. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert nagyon jó. Még Krisztián, neked is, aki... Olyan világ siker, amiben nem Antal Nimrod forgatja a 9. részt, olyan nincs. Már én megnézem pedig. Fifikon, mert ugyan a kutyák miatt nem annyira érdekfeszítő nekem, de nagyon szívesen összeütnék. Csak a legvégén két, van egy két téglát a két fülére annak, aki házi állatot kitesz, úgyhogy emiatt nagyon szívesen megnézem. Oké, akkor... De ezt elmesélem, nem mesélem el, mert már nincs idő, majd igen, legközelebb köszönöm. Mesélem el. Azt fejtsük meg, hogy akkor mi legyen a 12-es ponttal, bemondjuk vagy se? Sikerült. Mondjuk be, most már annyit vajultunk, hát jó. Most mi baj lehet ez? Mindenkit meg fog ölni a kíváncsiság. Az van, hogy most küldte nekem B ügynök a következő linket. Megjelent a Google Play áruházban a hivatalos Evapor alkalmazás. Nem tudom, tudtál-e róla, Blacky? Nem. Tehát zseniális. Szóval megjelent az alkalmazás. Azt árulja el magáról, hogy az Evapor app segítségével elsőként értesülhetsz akciós ajánlatainkról, speciális lehetőségekről és kedvezményekről. Szép napot kíván az Evapor csapata. Hát akkor ez nem autentikus, mert te nem tudtál róla. Hát ez gondolom a magyar Evapornak az applikációja, tehát nyilván én nem tudok róla. Nekem ez azért nem dobogtatja meg a szívemet, hogy továbbra is legyek az ördög ügyvédje a másik oldalról, vagy az egyik oldalról, mert akkor, ha jól értelmezem, akkor ez olyan, mint egy Facebook like, csak helyet foglal a telefonomon. Ez így van. Hát lehet vele üzenetet küldeni. Hát meg gondolom valami hűségkártya van itt, meg... Van még valami hűségkártya. Hát annyi, olyan szempontból jó mondjuk, hogyha ez az üzenet, ez mondjuk egy illetékes személynek megy, hogyha valami gondod van, akkor appból tudsz üzenni, hogy folyik a tankom, és akkor ő biztos majd válaszol e-mailbe, vagy mit tudom is én. Tehát ilyen szempontból jó, hogy közelebb kerül az ügyfélhez az értékesítő szerintem. Ha ilyet tud, az menő ügyfélkapcsolati tudsz, akkor igen. Akkor visszavontam a szkepticizmusomat, hogyha ilyet tud. Ez lehet, hogy Blacky azért nem tud róla, mert rá van drótozva már a telefonjára ez az alkalmazás. Igen, nem jöttek még üzenet, nála fog lecsapódni. Tényleg. Kivéve az éjszakaiakat, mert azok az éjszakai ügyeletesnél landolnak. Ne őrítsetek már meg. Ja. Meglepetésként érne, az biztos. Engem nem, mert nem egyszer kerestek már a KMG ügynök sem például. Na, menjünk akkor, pörgessük a sorozatokat. Krisztián, te úgyis nézted, Up to Date vagy Last Ship? Ez már a 8-as? Igen. Nem láttam még a 8-as. Akkor elspoilerezem neked, hogy? Ó, de jó. Nem, akkor úriember leszek, és
meghagyjuk jövő hétre, akkor akkor de órák kérdése is megnézem, úgyhogy mondhatod igazából, nem nagyon. Hát nem, az úgy, az, azt úgy nem jó megnézni. Jó, ennyire fasza lesz? A hetesben benne volt már az amerikai elnök, igaz? A, igen, a, igen. Utódlási sorban a 48. Igen. Most már kezd alakulni vele valami, és, de még azért bennem még mindig van kételj. Úgyhogy ennyit spoilerezek, és utána majd megbeszéljük jól akkor a jövő héten. Jó. Hogy mi a túró legyen. 1.40-nél járunk, beszéljük meg, hogy mi lesz a videóban. Az egyiket láttam, hogy egy... Hazudtam, mert nem láttam. Ja, steampunk... Az a múlt heti. Hát ki nem frissítette? Az apja mindenségit. Akkor viszont tök jó, mert be tudom direktbe rakni, és nem kell kettő belőle, akkor szerintem rakjuk be Blacky Monstre videóját. Rakjuk be a videóját, ha van olyan perverz, aki együltő helyében ivás és elcigizés nélkül végig tudja nézni, akkor tegye. Ez nem normális, Blacky, bazd meg, másfél óra hallod. Hát azt is ennyi lett belőle. Aztán néztem a végén, hogy na, mit vágjak ki, de valahogy semmit nem tudtam hát belőle nélkül. Jó, a marketingből akkor ülj le egyes, gyorsan kellett volna egyet, és mindjárt jön a következő rész, és félbevágtad volna, már emészthetőbb. Ezt csinált a Buszárdó is. Aztán ő mennyivel másabb? Nézd, a marketing részével én nem foglalkozom, meg nem értek hozzá. Ezért ja, nem is az, csak tényleg akkor az úgy... Az úgy egyszerűbb lett volna, hogy tényleg az a 45 perc, ez már bazd meg egy komplett foci meccs hosszabbítás nélkül. Oké, de most a kedves nézőnek meddig tart megnyomni a gombot, hogy na jó, most én is félbe hagyom, majd holnap megnézem a többit. Vagy beletekér. Hát minden hát... munkát én csináljak, bassza meg. Elnézést. Nem vagyja ott, hát oda szögezi a téma a székébe. Ja. Aki föláll és félbe hagyja, az... Irgumburgum. Akkor én most megkérdezem óvatosan, hogy ez a kultúrában mi ez az ajándék? Hát te mondtad, hogy tegyem be a kultúrába a kutyás videó. És azt odaírod a címet, hogy az ajándék? Az a videó ja, címe. Várj, most homokúrázok. Akkor nincs más dolgunk. Ezért is hívtam be Blackit, mert nem beszéltük meg a címet előre úgy, ahogy sose szoktuk. De akkor most ő is izzadjon egy kicsit, hogy megbeszélés nélkül mi legyen a 70. adás címe. 70. adás címe? Mi lesz holnap? Charlie az ünnepelt. Jaj, ne szívassatok már ilyenekkel. Dehogy nem. Happy birthday, Charlie. Kész. De ezt most nem gondoljátok komolyan, hogy én megszerkeztem a címét arra a podcastnek, hogy Happy Birthday Charlie saját magam. Hát az... ez egy ilyen populista adás. Ja, és akkor így épül a Star Trek. Charlie, Kultusz. Még a temetésed is meg fogod szerkeszteni. Kénytelen leszel már, hogyha Boris szerkeszti meg, akkor... akkor az csak WC-n ülős lehet. Persze, meg macsetés. Na de komolyan... Mi lesz holnap mi van? Hát az, hogy holnap már, ha fölteszed, hogy mi lesz, ez ilyen végtelen ciklusba esik ez a ugye, string. Ugye. Elgondolkodtad. Tudom, hogy nem kell gondolkozni, de hogy... Akkor legyen az, hogy kiplakátolva. Arról úgyis sokat beszéltünk. Tényleg. Hát erről más egyéb nem jut eszembe, mint az, hogy mitől jövő héttől ingyen utazunk, mert 70 fölött lesz. Már úgy lenne. Jaj. Úgy érted, jövő héttől ingyen megfőhetünk a forró olajos vízben a BKV buszokat. Ne is mondd, az nagyon durva. Igen. Ma mondta Boris. Hát azért az olaj az azért csúnya, mert azt a hideg olajat se tudod letörölni magadról. A forró az meg az is ugyanolyan, csak forró ráadásul. Betyár. Tehát megkérdezem még egyszer nagy érdemű podcaster társaimat, mi legyen a 70. adás címe? Plakátháború. Mit tudom én? Bezzeg a rohadt videóin. Tud gondolkozni a címeken? Ez az. Plakátra majd. Jó, ott megszültük. Népies, nemzeti, előremutató,
és benne van, hogy mi lesz holnap. Na, ott van basszus a marketing szakembered. Na, hát ennyi. 1.44, 18, 19, 20. Jó, akkor most megvágjuk, és biztos nem lesz 1.45. El Attila, csókoltatunk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Blacky, hogy bekapcsolódtál az utolsó fél órába, és jelenléteddel emelted a podcast fényét. Örülök, hogy itt voltatok. Megint beszélgettünk egy jót. Jövő héten ugyanitt. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok!